Hát sziasztok! Egy újabb vegán bevásárlós videót láthattok most, és kicsit furcsa, hogy ilyen hamar újra mit vettem Ausztriában videót készítek, ugyanis nem szoktunk ilyen gyakran átjárkálni, hanem tényleg inkább kb. Ilyen negyed évente vagy fél évente. Aztán megláttam a Cserinek a Facebookos oldalán, hogy van egy-két olyan vegán termék, ami eddig még nem volt, és ilyen jó áron, szóval gondoltam, hogy akkor kipróbálhatnánk ezeket. Nem csak a Cseri üzletben voltunk, bementünk az Intersperba, illetve az Aldiba, ami ugye Ausztriában Hofer néven fut, és ott nem vettem semmi különöset, egyéb dolgokat vásároltunk, ami nem a videó témája. Ezt a Just Egg nevű készterméket szerettem volna kipróbálni. Azt olvastam, hogy lehet kapni Ausztriában az Aldi boltokban, viszont hiába mutattam az eladónak, azt mondta, hogy nem nincsen ez a termék, mindegy, majd ha járunk másik városokban, akkor majd ugyanúgy rákérdezek, hogy hát a külföldi csoportokban nagyon-nagyon szeretik, és már így egy ideje furdalja az oldalamat a kíváncsiság, hogy ez miféle lehet, elvileg olyan, mint a tojást, ilyen rántott, tehát meg ilyeneket lehet belőle csinálni. Ami azért fura most így belegondolva, mert különösebben nem voltam oda a rántottáért, csak így kíváncsi vagyok, hogy ez mégis milyen. Na mindegy, hát előbb-utóbb majd biztos sor kerül arra, hogy ki tudjam próbálni, aztán akkor majd elmesélem nektek, milyen volt. És emlékeztető, mint mindig, a videó nem szponzorált, kizárólag azért készítem, hogyha kint jártok Ausztriában, kint éltek Ausztriában, van kint rokonotok vagy ismerősötök, aki megkérhető arra, hogy vásároljon és küldjön nektek haza különféle vegán termékeket, akkor tudjátok azt, hogy melyik boltba érdemes bemenni, és ott mit érdemes keresni. Nyilván ezeknek egy része Magyarországon, illetve egyéb országokban is megtalálhatóak. Itt most csak gyorsan végigszaladunk rajtuk, esetleg egy-két mondatot fűzök hozzá, hogyha valamit már kóstoltam. Keresitek fel a blogomat, ott rendszeresen posztolok különféle termékteszteket. Előbb-utóbb minden sorra fog kerülni, ha valamire különösen kíváncsiak vagytok, akkor írjatok rám, és akkor azt előrébb veszem. És akkor most már is kameraszöget váltunk, és nézzük is, hogy miket vettünk. Nos, hát akkor ezekről lenne szó. Szokás szerint ide oldalra kiírom, hogy mit hol vettem, hány euróba került, illetve az akkori aznapi árfolyammal számolva az nekem hány forintomba került. Igyekszem szokás szerint tematikusan haladni. Kezdjük a joghurtokkal, illetve pudingokkal. Ez puding, ilyen kókusz alapú puding, és 6 darabtól volt. Kedvezményes az ára, ez nagyon finom. Gábornak is ízlik, és nekem is tulajdonképpen nem pudingszerű, hanem annál egy kicsit keményebb, ilyen tömöttebb, zsírosabb, nem is tudom, hogy milyen jelzőt használjak. Jobban hasonlít egy ilyen nutella-szerű krémre, mint pudingra, de szerintem nagyon jó. Aki nem szereti a kókuszolaj, kókuszzsír állagát, annak nem biztos, hogy tetszeni fog, mert tényleg ez egy ilyen olvadósabb dolog. Még azt is el tudom képzelni, hogy a fogyasztóba betéve egy ilyen jégkrémszerű cuccot kapunk a végén, ezt majd ki fogjuk próbálni. Minden esetre ennek a márkának ittam már kávéját és kakaóját, és mind a kettő nagyon tetszett, minden ilyen kókusztej alapú. Szóval ezt őszintén tudom ajánlani, szerintem az elsők között fogok majd írni erről, mert ezt már próbáltuk. Ez is kókuszos, hasonló kiszerelés, ez drágább volt, de fél ára jutottunk hozzá, mivel le van értékelve, mivel a szavatosság ideje hamarosan lejár, szóval ez is az elsőként elfogyasztandó között lesz, ha kíváncsiak vagytok, akkor irány a blog. Joghurt kultúra van benne, úgyhogy ez inkább joghurt lesz, mint puding. Ezt Magyarországon is lehet kapni, tudjátok, ebből van az a kis kiszerelésű is, amit a Spárban, a Tesco-ban, meg szerintem talán az Oceanben is, meg ilyen helyeken is lehet kapni, és örültem, mert ez is 50%-os leértékelt volt. Ez ilyen tejszínszerű, de kókusz, tehát ilyen főzőkrémnek mondanám leginkább, Magyarországon is lehet kapni, talán ilyen 300 forint körül. Elég erőteljes kókuszíze van, úgyhogy ha valaki sós ételhez szeretné felhasználni, akkor inkább a rizs tejszínt ajánlom, mert hát ettől egy kicsit kókuszos lesz, és az nem biztos, hogy jó, ha csak nem valami indiai ételt gondol az ember. Viszont valamilyen krémbe, műzlibe, kávéba, kakaóba, tehát ilyen édesebb és kókuszkompatibilisebb dologba abszolút beleillik, és most ez itt kifejezetten olcsó volt, úgyhogy ebből elég sokat vettünk. Ezt kóstoltam korábban, hogy ezt a Happy Market lehet kapni a Penny-ben kifejezetten olcsón, a szója az 300 forint, a rizs, a mandula, a kókusz az meg 400, talán ez a legolcsóbb a piacon, illetve azt hiszem a Lidl-ben is lehet kapni, csak ott valami 1-200 forinttal drágább. Csodálkozom, hogy ezt a kakaósat ezt nem hozták be, mivel nagyon kellemes, szintén kint Ausztriában vettük korábban, egyet vettünk, mert már nagyon régen vettük, és erről is gondoltam, hogy írok majd. Alapvetően nem szoktunk venni ilyen ízesített tejeket, én az Alprónak a kesúját szeretem, illetve a pirított, mandula, vagy valami ilyesmi. Gábor vaníliásat szokott fogyasztani alkalmanként, viszont szeretném folytatni itt YouTube-on a Kóstoljunk növényi tejeket sorozatot, úgyhogy hamarosan ezt is viszont fogjátok még látni.
Na ilyet még nem lehettem korábban, elvileg ez borsó, hogy borsófehérjés ital, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen, mivel hát nem a megszokott alapanyagokból készül, szóval drukkoljatok. Nem mertem többet venni, mert féltem, hogy esetleg borzasztó, és az úgy elég rossz lett volna, és nem igazán szeretek kidobni semmiféle ételt, szóval kínozni sem szeretem vele magam, hogyha nagyon nem ízlik, igyekszek mindenből először csak egy darabot venni, és hogyha jó, akkor később még esetleg többet, de nincs értelme betervezni olyasmiből előre, ami esetleg pocsék. Vagy hát, bocsánat, ízlés dolga, ami számomra pocsék. Aztán itt van némi kókuszvíz, hát őszintén szólva én egyszer ittam eddig kókuszvizet életemben, és nagyon pocséknak találtam, olyan volt, mint a konkrétan ilyen híg izzadság lett volna, és bocsánat, a hasonlatért elég undi. Lehet, hogy nem a megfelelő márkát találtam meg, az is lehet, hogy egyszerűen nekem csak nem jön be, mert másmilyen az ízlésem, és nekem nem ízlik. Viszont nem vett el a kedvemet teljesen ez az élmény, hát ezért is tartom ezt itt most a kezemben, de azért annyira elővigyázatos vagyok, hogy csak ezt az egy darabot vettem meg a nagyon alacsony ára ellenére. Tudom, hogy minden egyes márka más is más eljárás, technikát alkalmaz, szóval vannak nyilván kisebb-nagyobb eltérések, hát majd most meglátjuk, hogy sikerül-e ezt a kevésbé pozitív élményt feljavítani, vagy megint egy pár évig távol tartom magam tőle. Pozitív, hogy elég szépek az összetevői. Itt van némi muffin, hát ezt szegényt leverték a macskák, azért van így behorpadva, alapvetően némileg gusztusosabban nézett ki, bár szerintem így sem szörnyű, csak akkor még nem volt így tapadva a teteje. Ez sajnos én nem fogom tudni megkóstolni, ugyanis búzalisztet tartalmaz. Úgy emlékszem, hogy Gábor evett már ilyet korábban, és azt mondta, hogy finom volt. Ha az emlékeim nem csalnak, talán némileg száraznak találta őket, de nem vagyok benne teljesen biztos. A blogon majd mutatok róla a felvágva képet közelebbről, hogy milyen a belseje, keressétek ott. Aztán egy újabb vegánzos termék, ez ilyen datoja alapú energiagulyónak mondják talán. És Magyarországon ezek iszonyatosan drágák, tehát hogy én az 100%-ig, hogy nem adnék ki, nem tudom, 200 forintnál többet egy ilyen golyóra, nevetségesen drágán lehet itt Magyarországon kapni. És hát sajnos az íze sem indokolja, hogy annyiba kerüljön. Ez egy ilyen sütőtökös, gyömbéres vagy körris megoldás. Van némi csípősége a dolognak. Nem vagyok tőle elájulva, bocsánat az örgésért. Ha pontoznom kéne, akkor ilyen, nem is tudom, 2 pontot adnék rá az 5-ből. Egyet már megettünk Gáborral, és ő se volt lenyűgöző, bár ő alapból nem szereti az ilyen egzotikusabb ízeket, úgyhogy azért nyitottabb vagyok az ilyesmire, de nem bánom, hogy nem tankoltunk föl belőle. Most jutott eszembe közben, hogy a budapesti bulkshopos bevásárlós videóban mondtam, hogy ugye ezek a datojás szeletek nem szoktak rosszak lenni, vagy nem nagyon lehet elrontani. Hát, akkor most van rá kevésbé pozitív példa is, észben tartom majd. Na, a következő, az egy szintén datoja alapú kakaós szelet. Ezt eddig még nem láttam a cseri üzletben, de az összetevők alapján nem gondolom, hogy nagy meglepetéseket tartogatna. Egy újabb vegánz szelet, ez egy ilyen marcipános diós megoldás, hú, erre nagyon kíváncsi vagyok. Lehet, hogy emlékeztek, volt egy ilyen török-magyaros csoki szelet, ugyanilyen kivitelben, azt imádom, ugye ez a barna zacsis, ez meg hasonlóan néz ki, úgyhogy bízok benne, hogy valami hasonló íze lehet. Hát hamarosan megtudjuk. 2 újabb vegánzos ropogtatni való. Összintén szóval azt hittem, hogy ez a vörös elfonyás, ilyen csokiba burkolt édesség, valami csokiba mártott vörös elfonya. És nem, mert egy ilyen ropogós kis gabonapehelyszerű valami van a közepén, és azon van rajta a csoki réteg, és tök finom. Nekem nagyon ízlik, 2 csokoládéba van belemártva, bár nem olyan, mint amire számítottam, mert hát ugye ez a szaggyümölcsre számítottam, de teljesen korrekt. Nagyon gondolkodtam, hogy ezt megvegyem, mivel nem szeretem az intenzív gyömbéres ízeket. Hát ennek még nyilván intenzív gyömbéres íze lesz, minden esetre elég kis kiszerelés. Sajnáltam volna ott hagyni, hogyha már hozzá tudtam jutni így olcsón. Remélem, hogy nem fogom megvenni, hogy megvettem. Ezt a mangó ízesítésű kókuszchipset a Kikben vettem. Elképzelhetőnek találom, hogy Magyarországon is lehet kapni, bár én eddig még nem találkoztam vele. Így a leírás meg az összetevők alapján számomra elég szimpatikusnak tűnik. Ráadásul féláron is volt, úgyhogy ebből vettünk egyet, megkóstoljuk majd. Így ránézésre ez is olyasmi, amiről azt gondolnám, hogy túl nagy negatív meglepetéseket nem fog hozni. Hát mi van még hátra? Itt vannak a tortilla chipsek. Gábor nem szereti a tortilla chipset, mert ő szerinte olyan semmilyen íze van,
És őszintén szólva igazad van, amiből a tortillának az a lényege, hogy valamivel eszed, tehát hogy nem saját magának van egy intenzív íze, főleg ami mondjuk csak sós, bár mondjuk sima sós chipset sem szoktunk venni, hanem általában paprikást, ugye nagyon sok vegán kompatibilis paprikás chips van. Viszont én eléggé megszerettem az utóbbi időben őket, úgyhogy arra gondoltam, ezt megveszem. Bár én csak magában szoktam enni, nem szoktam ilyen mártogatósokat használni hozzá, de lehet, hogy el kéne kezdenem. Nagyon alacsony áron volt, mert én szabadosság lejárt a közeli, illetve már lejárt a utáni állapotban leledzik, de ki volt írva a papírra, hogy a minőség oké. Szóval biztos oké a minőség, 2 darabot vettem, mert ha esetleg mégse olyan oké, hát akkor nehogy csalódottság legyen rajtunk, úrre, de nem hiszem, hogy 1-2 hónap alatt tönkre menne az ilyen jellegű szárazáru, én nem vagyok túl finnyes az ilyen lejárt szavatosságú cuccokra, szóval hát ez van. És még egy tortilla chips, az előző videóból ismerős lehet számotokra, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom, nekem nagyon ízlik, és hát csak ezt az 1 darabot vettem, mert iszonyatosan sok van benne. Ugye egy közel 1,5 kilós termékről van szó, ha tehetitek, akkor kóstoljátok meg, mert tényleg nagyon finom. Aztán utolsó előtti fogásunk, ez a vegánzos rántott szeletféle, ebből nem fogok tudni megint csak enni, mivel glutén tartalmaz, viszont Gábor hát nem túl lelkesen, de végül is beleegyezett, hogy akkor megkóstolja. Gábor nem szereti a szeljten termékeket, és mivel ez részben búzafehérje alapú, ezért hát értitek, hogy mi vele a probléma. Hát ha esetleg nagyon szörnyűnek találja, akkor is legalább kipróbáltuk, egynek elment. Meglátjuk, ezt ma el is készítem. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok a végeredményre, akkor keressétek a blogon az erről szóló bejegyzést. A videó leírásában igyekszem majd feltüntetni azokat a linkeket, amelyek ezeket a termékeket bemutató blogposztokhoz vezetnek. Végül, de nem utolsó sorban rizstészta, és ez teljes kiörlésű rizsből van, és én ilyet még nem láttam ezelőtt. Az érdekes sötétebb színe volt, ami felkeltette az érdeklődésemet. Nem tudom, hogy ízre vajon más milyen lesz, mint a sima üvegtészta, illetve rizstészta. Itt láthatjátok az összetevőket, rizsből és tápióka keményítőből áll. Szegény muster kimaradt most, hogy itt pakoláztam, most vettem észre. Ilyen fűszeres, azon felül semmi extra. Szóval ezeket vettük egy-két dologtól eltekintve, mindenből csak egy-egy darabot tényleg kipróbálásra, mert lehet, hogy nem olyan finomok, és akkor nem érdemes belőlük többet venni. A leírásban megtaláljátok a linket, ami a blogomhoz vezet, illetve egy blogposzthoz, ahol közelebbi fotókat láthattok ezekről a dolgokról, ugyan még értékeléseket és beszámolókat és teszteket, még ilyesmit nem, de ha mondjuk az összetevőkre vagytok kíváncsiak, vagy szeretnétek lementeni magatoknak a fotót, hogy mit keressetek, akkor arra teljesen tökéletes. Hát ennyi. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha gondoljátok, akkor iratkozzatok fel erre az új csatornára, rendszeresen tervezek feltölteni hasonló videókat is, mit ettem ma videókat is, mindenféle terméktesztes videókat is, ahol érdekesebb megoldás, hogyha nem csak fotókat lát az ember, hanem különféle videórészleteket, meg hasonlókat. Szóval vannak elképzeléseim és terveim, remélem, hogy nektek is tetszeni fog, hasznosnak találjátok majd, és kiderül. Köszi szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!